kedves barátaink! Ez az alkalom, amin ma együtt vagyunk, ez látszólag nem is egy olyan fontos ügy, hiszen az önkormányzati választások majdhogy nem előre le vannak pacsizva. Tulajdonképpen ugyanott tartunk, mint a római birodalom Caligula idején, hiszen Caligula körülnézett, és azt mondta, hogy hát az én lovam ennél okosabb, és mi lenne, hogyha a szenátusba beválasztanánk azt a lovat. És aztán végig is vitte Caligula, szenátor lett a ló, és ugyanúgy, ahogy a többi szenátor, mert ugye egy szenátornak mi a dolga? Hát az országgyűlésben azért könnyebb a helyzet, mert ott a frakcióvezető mondja, hogy igen, és akkor szaladnak, gyorsan megnyomják az igen, még akkor is van, aki mellé nyom. De a római szenátusban azért mindenkinek valahogy szavaznia kellett, és a ló is bólogatott, vagy kapálta a lábával, vagy megemelte a farkát. Ez a három jel volt érvényes, és aközül, hogyha valamelyik bejött, akkor a lónak a szavazatát is beírták a szenátus szavazatába. Manapság ez a Caligula lova szerepkör a Fidesz képviselőjelölteknek, polgármesterjelölteknek jutott, hiszen valóban ott tartunk, hogy bárkit elindítanának, hogyha a mezőről behoznánk egy madárijesztőt, és azt Fidesz színekben indítanánk el, akkor jó eséllyel október 13-án meg fogják választani. Na most nekünk ezt a közbutaságot nem csak tudomásul kell vennünk, hanem valamilyen szinten kontráznunk is. A másikról már nem is akarok beszélni, hiszen a DK, NSZP és csatolt részei, Momentum, meg ki tudja, milyen pártocskák vannak még Soros György pénzén, LMP, meg nem tudom, meg sem bírom jegyezni a nevüket. Ezek a pártok, ezek tulajdonképpen az 56-os megtorlások hóhérainak a jogutódjai. Ők gyerek, unoka, minden van össze, és ők igazából nem kapták meg a büntetésüket. Megérdemelték volna. Nekem egy olyan szerencsés helyzetem adódott, beleszülettem ebbe a világba, úgyhogy a Horthy Miklósnak is rokona vagyok, meg Krónai Bárnak is. És ebből a kettősség, ők egymásnak nem rokonai egyébként, de én mind a kettőnek, mert az egyik irányból a nagyapám testvére elvett egy Horthy lányt, a másik irányból meg a Krónai lányok többször Kubinyival házasodtak. És hát ez sokáig nekem nem jelentett semmit, de azért az idők során kikristályosodott, hogy mégiscsak Krónai Pálnak volt igaza. Tehát amikor 1919-ben Kundéla felült arra a repülőgépre, amit egyébként Kosztolányi az édesannában megír, az első oldalon úgy kezdődik az a kisregény, hogy Kundéla ül a repülőgépen, és akkor a város fölött elszáll. Amit Kosztolányi nem ír bele, az az, hogy Kundélának a két karja tele volt arannyal, ilyen vastag, meg összetekert aranyláncokkal, zsebek kitömve arannyal,
És tulajdonképpen már a Szent Koronát is egy müncheni becsüssel felértékeltette, mármint hogy milyen súlyú, meg azok a drága kövek, féldrága kövek, gyöngyök, mennyit érnek, hogy ide adják, ugye? És csak a véletlenem múlott, hogy nem volt a repülőgépen, a Szent Korona is ott vele. És az a csürhe, Samuelit például az őrvidéken szépen levadázták. Mert azért Samueli, aki a győri beszédében kijelentette, hogy át kell harapni a torkát azoknak, akik a kommunista rendszer ellensége, és a vértől nem kell félni, mert a vér megnemesít, és a vér teszi nagyjá a proletárokat. Hát azért tisztázzunk valamit. Az egész kommunista rendszer az tulajdonképpen a terrorizmusnak az eddig emberiség történetében megvalósított legkegyetlenebb, legártalmasabb formája. És ilyen szempontból a Horthy rendszer nagyon is igazságosan gondolkodott, amikor azt mondta, hogy a szélső baloldali, tehát kommunista pártokat nem engedi Magyarországon működni, és mivel próbált középre helyezkedni, a szélső jobboldalt is tiltotta, így volt olyan időszak, amikor a szegedi csillagbörtönben Rákosi és Szálasi egymás mellett ültek. És annak a rendszernek, persze itt elhangzott, és nagyon jól hangzott el, igen, nagyon sok hibája volt, de még több érdeme volt, és itt a 20. századi történelmünket tekintve mégiscsak arra az időszakra lehet úgy visszagondolni, hogy akkor Magyarország javát akarták a vezetőink. És nekünk a 21. században tanulmányoznunk kell a Horthy rendszert is, ami jó volt, azt meg kell tartani, amit lehet, azt tovább kell fejleszteni, ami rossz, azt meg el kell felejteni. Viszont a Horthy rendszer nem jöhetett volna létre, hogyha nincsenek tiszti különítmények, amelyek 1919. augusztusában, pontosan ezen a napon alakultak. Tehát ez a bizonyos augusztus 10-e, amely megadatott nekünk, hogy itt és most összetudtunk jönni, és ráadásul Tiszaeszláron, amiről nem is akarok külön értekezni, csak utalok rá, hogy 1882. április 1-e Solymosi Eszter meggyilkolásának a napja, majd 1883. augusztus eleje a nyíregyházi főtörvényszék, ugye Kornis bíró úr, aki a per folyamán tisztán látja, hogy mi történt, hogy itt vannak ezek a gonosz, ostoba, haszid zsidók, akik még mindig abban a középkori vagy ókori ostobaságban leledzenek, hogy a szűzgoly leány vére az a húsvéti pászkában micsoda különleges dolgokat tud elérni az ő zsidó népénél, és egyébként innen Tiszaeszláról a vért elvitték a Tiszán, és a Tokaji, meg a Tokaj környék ide a 100 kilométeres körzetben a hitközségek között osztották szét. És erről másfél évszázad
teltével nem illendő beszélni. Tehát hála a Jóistennek, ez a per volt az első Magyarország történetében, amelynél gyorsírókat alkalmaztak, és azok a gyorsírók szó szerint lejegyeztek minden elhangzott szót, és az elmúlt 100 év során ezeket a gyorsírásos jegyzőkönyveket igyekeztek eltüntetni. Könyvtárnyi irodalma van a Tiszaeszári pernek, 5 kontinens foglalkoztatott a sajtón keresztül az, hogy mi történt Tiszaeszáron, és mi történt a nyíregyházi tárgyaláson. De mégis az Eszári per eredeti jegyzőkönyvei, azok soha nem kerültek bele ezekbe a összefoglaló művekbe. És ilyen szempontból Marsalkó Lajosnak, vagy a per vizsgáló bírájának, Bari Józsefnek a könyve a legérdekesebb. Tehát, hogyha valaki foglalkozni akar ezzel a kérdéssel, akkor tessék az internetről letölteni, Bari József és Marsalkó SCH-val Lajos, és mellé odaírjuk, hogy Tiszaeszár, és még be fog jönni az a könyv, és még letölthető. Mindenkinek a kis házi archívumába érdemes elhelyezni, mert ahogy például a mi műsorunkat, az Álmos Király Televízió élő adásának mögöttem lévő hét, nem is tudom, szerdai, vagy melyik napjának a felvételét, letiltotta a YouTube és a Google azzal, hogy gyűlöletkeltünk. Na most ezek az ostoba jószágok azt nem vették észre, hogy 7 éve minden nap megy az Álmos Király Televízió, és minden műsorban szóba kerülnek olyan témák, olyan megközelítések, amit ők gyűlöletkeltőnek neveznek, mert az ő szóhasználatukban a gyűlöletkeltő az magyarul azt jelenti, hogy igazságkereső. Tehát, hogyha mi az igazságot keressük, akkor sütik ránk a bélyeget, és már azt is tudjuk pontosan ezért, hogy az antiszemita, a rasszista, a fasiszta, a masinista, az magyarul egy és ugyanazon jelentésű igaz, jó, magyar ember. Tehát nem kell tőlük félnünk, mi nem vagyunk se fasiszták, se az összes többi. Tisztelet a vasutasoknak, ők a kivételek. De végső soron így próbálják ilyen szóbéli bunkósbottal megsemmisíteni a magyar embert. És tudván azt, hogy a magyar emberektől nem roppan össze, hanem éppen az a teher alatt nő a pálma, magyar közmondás érvényes, hogy minél jobban ütnek bennünket, annál keményebben állunk ellen. Nem mindenki. Vannak közöttünk sokan, akik beleroppannak, vannak, akik hitükben meghasonlanak, vannak, akik félreállnak, vannak, akik jávák, vannak, akik szóban próbálnak kiállni, de tettekben már nem. Amikor Nagy Tibor elnök úrral és Novák Előttel néhány nappal ezelőtt a Makkabi játékok főbejárata előtt, ahol a zsidók masíroztak be az ingyen műsorra, az ingyen ételre, az ingyen szállásra, akkor ott ők megtartották ezt a sajtótájékoztatót, ahol a mi hazánk, a miénk és a kisgazdák nevében elhatárolódtak a közpénz magáncélra fordításától, tulajdonképpen
a Makkabi játékok után a Tolvaj cigány gyerek mondhatja, hogy ő csak ugyanazt a példát követi, ő csak a neki járó közpénzt keresi és használja. Tehát azért azon a sajtótájékoztatón nagyon kevesen voltak. Az Álmos Király Televízió legalább 4-5 alkalommal elmondtam, hogy lesz a sajtótájékoztató és a 2 milliós Budapestből, meg a 10 milliós Csonkahazából, meg aki még erre jár a nagyvilág 5 milliónyi magyarságából, nyugodtan jöjjön el, hogy egy kicsit jelenlétünkkel is nyomást gyakoroljunk arra a gyarmatosító társaságra. És bizony, ugye maga a hely, a Ludovika Akadémia, ami ma közszolgálati egyetem, és ilyen módon megtestesíti a jelenkori adminisztrációt, meg megtestesíti a történelmi magyar hadsereg legmagasabb szintű képzőintézményét. És nagyon kevesen voltunk. Nagyon-nagyon kevesen. Mégis, amikor oda mentem a bejárathoz, és mondtam a biztonsági őröknek, meg az ott lévő ilyen jegykezelőknek, hogy hát akkor szeretnék bemenni egy kicsit szétnézni, akkor mondták, hogy ön nem mehet be. Hát de ki mehet be? Zsidó hitre kell térni, hogy bemess? Nem. Bárki bemehet Budapestről, vagy vidékről, vagy bárhonnan, de engem nem engednek be. És amikor ezt így elkezdtem velük tárgyalni, hogy most mi a gond? Szeretném egy kicsit az Álmos Király Televíziónak akár forgatnánk is, megnéznék, mert ugye ez a Makkabi játékok, ez micsoda. A zsidók az Izrael állam fennállása óta egy aranyérmet szereztek olimpián, és egy darab ezüstérmet szereztek olimpián. Ez az ő sportteljesítményük. Tehát az a lúttalpas, kajlafülű, genetikai korcs, ami megtestesíti a különböző változataikat, az bizonyos korban nem igazán jeleskedik, és ezért önmaguknak rendeztek egy kis olimpiát, ami rasszista és aparteid, mert csak vérükből valók indulhatnak, és tulajdonképpen csak vérükből valók tapsolnak nekik közönségként, és csak vérükből valók a rendezők meg az összes tartozékok. Na most ez az olimpia, amelynek a megnyitója volt azon a napon, úgy zajlott, hogy egy 3 órás megnyitó, amelyen különböző cionisták gyalázták Magyarországot, és dicsőítették Izraelt a magyarok pénzén. Majd pedig úgy a 2. óra után elkezdtek szivárogni kifele, mert a parkolóban egyrészt a szállásjegyeket, az ingyen étkezési jegyeket és az ingyen buszokat osztották szét, és a csarnokban, miközben érkezett a láng, hát nem olimpiai láng, hanem Makkabi láng, hozták a lángot, és a több ezernyi közönségből néhány tucatnyian maradtak ott. A többi kint veszekedett a parkolóban, hogy miként lehetne, mert ugye ők leginkább egymással szeretnek veszekedni, miként lehetne egy jobb szállást találni, egy jobb étterembe botyázni,
és egyébként is az nem elég, hogy a busz mögött megy egy rendőrautó, hanem a busz előtt is menjen, meg jobbról is, meg balról is menjen. Mert ők akkor érzik magukat biztonságban. Magyarországnak a déli határvédelme át lett szervezve a Makkabi játékok miatt, mert az összes rendőr Budapestre kellett vezényelni, hogy kísérgesse őket. Beszélgettem a rendőrökkel, hát nagyon rossz véleményük volt erről az egészről, hogy mire használja őket a rendőri irányítás, a belügyminisztérium. És a statisztikákból kiderül, hogy ez alatt a Makkabi játékok alatt, meg a megelőző egy hónapban, 10-szer többen léptek ki a rendőrség kötelékéből, mint amennyien korábban a hasonló leszerelések során. Nekünk, magyaroknak, és ezért nem vagyunk mi antiszemiták, mert a nekünk jutó zsidó csapások, azok benne vannak a mi történelmünkben. Hogy más ne mondjak, ebben az évben álmos nagykirályunk születésének az 1200. évfordulóját ünnepeljük, és bizony az az 1200 év nem volt elegendő arra, hogy a magyar állam mondjuk csak egy napon, 5 percig valahol a közszolgálati televízióban vagy rádióban emlékezzen. Mégiscsak álmos a mi államalapítónk, aki fián keresztül, Árpádon keresztül a magyar történelem legnagyobb csodáját vitte véghez, ami a Kárpát-medencébe történő hazatérésünk, és hogyha annak az okait tekintjük, akkor a kazár birodalom témakörét meg kell nyitnunk, mert az a bizonyos dentű magyar, az álmosi Magyarország, amely a Fekete-tenger fölött volt, tehát a Kárpát-medencétől keletre, az az álmosi Magyarország az egy 2-prés vagy 3-prés alatt volt. Egyrészt a bagdadi kalifátus az iszlám próbált betörni erre a területre, folyamatos háborúk zajlottak dél felé. Dél-nyugat felől a bizánci birodalom szorongatott bennünket, és északról emberevő szlávok, nyugatról pedig frankok akartak felszámolni. És ilyen körülmények közepette, noha álmos nagyon jól tartotta magát, és tulajdonképpen a kazár kagánnal is szembe tudott szállni, de mégiscsak a hazatérés, ami az ő fejében született meg, azért gondoljuk meg, hogy itt van egy ország, és azt mondja, hogy nem, mindenki csomagoljon, útra kellünk, visszamegyünk a Kárpát-medencébe, ahonnan szkítaként annak idején kirajzottunk, mert a Kárpátok Szent Hágó vonulata a maga 2000 méteres csúcsaival önmagában egy védvonalat jelent, és noha mi magyarok az összes környező birodalommal szemben elenyésző kisebbségben vagyunk lélekszámunkat tekintve, de ahogy, és itt van Álmosnak a szó szerinti mondata, a derekasságot nem a nép nagy száma, hanem a lélek bátorsága szabja meg. Anonymus őrizte meg az ősgesztából ezt a mondatot. És ez nagyon fontos. Annak idején ez a gondolat 1456-ban a Nándorfehérvári diadal előtti állapotunkban, amikor semmi esélyünk nem volt a megmaradásra, ugyanez a gondolat ismétlődött, a derekasságot nem a nép nagy száma, hanem a lélek bátorsága szabja meg,
És 1552-ben az egri várnál, de említhetném sok-sok végvári küzdelmünket, amikor a história az akkori időszerű történelmi események tanítottak meg arra, hogy ne azt nézzük, hogy hányan vagyunk, hanem azt, hogy milyenek vagyunk. A minőség az a döntő. És bizony, amikor itt vagyunk 2019-ben, akkor megint csak ez a kérdés. 1200 év alatt senki nem írta meg Álmosnak a történetét életrajzszerűen, ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt a történetet feldolgozzam. Itt kint az asztalon ott van az Álmos két könyve, hozzáférhető, de a legfontosabb mondatát már elmondtam, és az az üzenet az érvényes a mostani önkormányzati választásokra is. És akkor, amikor Nagy Tibor elnök úr tanácsadójának kért föl, és én azt a tanácsot tartottam a legfontosabbnak, hogy kössünk szövetséget, hiszen itt van a miép, amely az elmúlt választási ciklusokban így ment lefele, ahogy Csurka István meghalt, de már az ő életében is, ugye a 2002-es vagy az 1998-as miép, amikor a Hősök terén 250 ezeren voltunk, és azt gondoltuk, hogy mindent meg fogunk változtatni ebben a hazában, majd jött Vizi, jött a Mossad, jött a KGB, jöttek a titokszolgák, és szépen, de egyébként önmagától is a homokra épített vár elkezdett roskadozni. Csurka Istvánnak az életművéből mindazt, ami felséges, előrelátó, tiszta magyar gondolat, azt tovább kell vinnünk, hiszen ma is tiltott tudás Nyírő József, Erdélyi József, Vas Albert, Tormai Cecil, és sorolhatnám. Tehát egy nyomorúságos helyzetben van Magyarország, amikor a liberalizmus tombol, és tulajdonképpen két liberális erő betegszik Magyarországon, az úgynevezett politikai jobb, meg politikai baloldal, pontosan a Makkavi játékok rendezése révén hullott le az utolsó fügefa levél a Fideszről és úgynevezett kereszténydemokrata szövetségeséről, mert ilyet magyar ember nem tesz. Akkor lehetne ilyet tenni, hogyha Jeruzsálemben magyar történelmi játékokat rendeznek, Izrael állam pénzén hasonló költségvetéssel, és akkor én is szívesen elmennék Jeruzsálembe, és nem okozna gondot, mint ahogy itt olyan úszó versenyek voltak, hogy olyan zsidó is beugrott a medencébe, akit ki kellett menteni, meg tudott úszni, de azért a tizedik hely az jó mutat, hogy ő mégiscsak tizedik lett a Makkabi játékokon. Tehát egy erővel mi is elmehetnénk oda, de hát itt szó nincs viszonosságról. Itt egy gazember helytartóság működik, amely a maga lopott vagyonával, hiszen a miniszterelnök az ország nemzeti vagyonának már a nagyobb részét Mészáros Lőrincnek a nevére íratta, és azt játssza, hogy neki nincsen semmije, neki 2 millió adóssága, és közben a mátrai hőerőműtől kezdve minden, ami mozdítható volt, az be lett söpörve. Hát bizony ezek után a Fidesz számára egy olyan választás, amelyen esetleg második helyet fog elérni, az maga a totális bukás, mert börtönbe fognak kerülni. Már ott kéne lenniük, már ezeket az éveket be kéne számítani,
a büntetésünkbe, de egyelőre még ott nem tartunk, hiszen a hóhérok leszármazottai sincsenek elszámoltatva a Magyarországon. Annak idején, amikor a Magyar Televízióban 1993-ban az Álmosok című filmet összeraktuk, és ma már az alkotók közül csak én vagyok életben. És a 94-es tavaszi választásokon, amikor bemutatták azt a filmet, és az ismétlést már letiltották, mert azt mondták, hogy az egyes szereplőknek a vallási hovatartozásának a megemlítése az súlyosan sérti a masi hisznek az érdekeit, mert minden büdös kommunista hóhér zsidó volt. És ez abban a filmben benne van, egyébként az interneten meg lehet nézni ma is, de televízióban azóta sem mehetett le, és most is ugyanaz a cenzúra van, és most is hasonló, sőt, még sokkal rosszabb körülmények vannak, mint a 90-es években. Tehát el kell gondolkoznunk, hogy ezzel az indítatással hova jutunk. És akkor Brunai Pálról egy mondat, mert ugye itt is elhangzott, hogy vörös terror, meg fehér terror, és noha a kettő az nem ugyanaz, de azért a közkeletű megnevezés a marxista történelem szemléletben ma is ez. Pedig hát a vörös terror, ahogy a nevében is benne van, az terror volt, tehát bűncselekmény, tömeges bűncselekmény, népirtás az, amit elkövettek Kundiláék, Samueliék. Ami viszont erre válaszként érkezett, az nem fehér terror, azt csak ők nevezik úgy, mert az a törvényes rend helyreállítása volt. Tisztelet a hősöknek, Héjas Ivánnak, Brunai Pálnak, Osztenberg, Moravec Gyulának, és a Rongyos Gárda minden egyes tagjának, akik életüket adták a hazáért olyan helyzetben, amikor Trianonban már elvették tőlünk a hazát. Ócska, puskákkal, meg puska nélkül mentek a csendőrség ellen, és hogyha valakinek volt egy puskája, a hordóba, a vizes hordóba, amivel a csatornából folyt a víz, abba lőttek bele, mert az óriási nagyot durrant, és az osztrák csendőrök, ahogy masíroztak, hogy na most, akkor megkaptuk ezt a, akkor legyen ennek a neve Burgenland, hogy valami jó németes neve legyen, akkor lett az őrvidékünk Burgenland, és amikor meghallották ezt a lövést, akkor elkezdtek futni, mert hallja, hogy ezeknek ágyújuk is van, meneküljünk, fussunk ki, merre lát. És ezt kell megérteni, hogy a mi kedves ellenségeink, és körkörösen velük vagyunk körbevéve, hiszen Magyarország önmagával határos, és azok a területek idegen megszállás alatt vannak, egy napon fel kell őket szabadítanunk. Ahhoz viszont lélekben meg kell erősödnünk, tudnunk kell, hogy miért teremtett bennünket a Jóisten erre a világra, és mindezt tovább kell adnunk, nem csak azoknak a családtagoknak, kisgyermekeknek, akik semmit sem tudnak a világról, hanem polgártársainknak, akik majdnem 100%-ban szintén a tudatlan kisgyermeknél rosszabb szinten állnak, mert tele van a fejük hamis tudattal, hamis történelemmel, hazugsággal és elhallgatással. Ezért fontos az, hogy a magyar igazság, a magyar élet a mi gondolkodásunkban érvényesüljön, és ilyen szempontból nagyon szép dolognak tartom a Mi Hazánk mozgalommal való szövetséget. Annak idején Torockai Lászlót 18 éves korában ismertem meg a Magyar Fórum szerkesztőségében, és azóta is úgy figyelek rá, annak idején elvállaltam a Magyar Jelen című általa alapított lapnak a főszerkesztését, és
párhuzamosan, de lényegében ugyanazon az ösvényen járunk. És vannak magyarok, ahogy az úgynevezett Romániában, fogságban, börtönben tartják ma is Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, csak azért, mert a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tagjai lettek, és nevetgélve mondták, hogy hú, ezek a csillagszórók, hogyha december 1-én Gyulafehérváron, amikor a románok összejönnek ünnepelni, hogy elcsalták Erdélyt, akkor pukkantanánk egyet, hogy szétszaladnának, mert azért a románból is tudni kell, hogy gyáva népség annak idején úgy törtek be 1916-ban Erdélybe, hogy nem volt ott hadseregünk, postás kisasszonyok, meg vasutasok voltak, és hátba lőtték őket, az volt a román hősiesség, hogy harcoltak a magyar postások és vasutasok ellen, mert azt hitték, vagy azt gondolták, vagy azt mondták nekik, hogy azok az egyenruhások, azok a ti ellenségeitek. De aztán visszaadtuk a vizitet, Mackensen tábornok oldalán bementünk Erdélybe, felszabadítottuk, kivertük onnan az oláh hordákat, majd mentünk tovább az ősi Kun úton, és a hunok által alapított Bukarestbe 1916. december 6-án bevonultunk, és ott ünnepeltük a Mikulást. Tehát amikor itt a románok ajvékolnak, hogy szobrot emelnek, meg megünneplik azt a tábornokot, aki 19-ben a védelem nélkül maradt Budapestre bevonult, mert ugye a román akkor vonul be, ha nincs hadsereg. Kun Béla felült a repülőre, a román meg bevonult Budapestre. Tehát itt azért látni kell, hogy a magyar hazát nem Trianon térképein rajzolták meg, hanem a magyar hazát vérrel védtük meg ősi jogon, mert mi magyarok, hunok, szkíták, őshonosak vagyunk a Kárpát-medencében, és a Jóisten egyébként a Kárpát-medencét nekünk teremtette. Ettől kezdve nem lehetünk kisítőek, nem mondhatjuk azt, hogyha mondjuk ezen a választáson csak 1%-nyi esélyünk van, és hát milyen nagy szégyen az, hogy 99%-ot elvisz a Fidesz, Caligula lova, meg elvisz a DK hóhér bandája, és nekünk csak 1% jut. Hát bizony, azért az 1%-ért harcba kell indulni, mert az az 1% a kovász, és az a kovász, ha bekerül a kenyérbe, az egész kenyér tésztát meg fogja kereszteni. Megváltozik a tészta minősége, megváltozik az ember tömeg minősége. Sokadalomból, csücselékből, tömegből lesz magyar, és a magyar, hogyha egy napon a hazájában többségbe kerül, akkor mindaz a folyamat, ami itt, a mai napon elhangzott, cigány szaporítás, gyarmatosítás, népírtás, egészségügyel és oktatással, ez mind-mind megállítható és megfordítható. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy ilyen cégéres gazembereket állít velünk szemben, mert sokkal könnyebb így magyarrá válni, mint hogyha csak úgy magunktól próbálkoznánk ismerkedni a dolgokkal. Tulajdonképpen tálcán kínálják nekünk a lehetőséget, hogy jó magyar emberré váljunk. És ez
az a feladat, amit fel kell ismernünk, amiért az önkormányzati választáson el kell indulnunk. Én magam, miközben a miében segítem, a Mi Hazánk Mozgalom 11. kerületi alapszervezete, Novák Erődék, panaszkodtak, hogy a jelöltjük visszalépett. Mert nem merte kimondani, hogy parkoló maffia működik a 11. kerületben is. Nem akar konfliktusba keveredni a kedves fideszes, meg szocialista, meg liberális túlhatalommal. És megkérdezte előtt, hogy Tamás vállalnak, mondtam, hogy persze, hogyha ezen múlik, akkor szívesen. És most olyan helyzet adódik, hogy ott fogok elindulni, és természetesen a Mi Hazánk Kisgazda Szövetséget igyekszem erősíteni. Tehát persze, hogy magunkhoz szólva, és ez nyilván nem publikus, nincs sok esélye ennek a szövetségnek arra, hogy most polgármestert vagy bármit nyerjen, de mégis megtörténik, polgármester úr itt az élő példa, tessék. Van olyan település Magyarországon, ahol az áttörés sikerül. A MIÉP elnöke, Tisza Eszlár polgármestere, az utolsó végvárnak a védőjeként, a legreménytelenebb időszakban vette át a gyeplőt. És emlékszünk arra, nem tudom, hogy a jelenlévők mennyit tudnak róla, hogy voltak itt néhányan, vagy 5-6 ember, akik fellázadtak, akik amikor megfordult a folyamat, mert ciklusonként egyre csökkent a MIÉP, majd mikor már 1000 szavazat környékére zuhant, akkor hirtelen polgármester elnök úr regnálása alatt 2018-as országgyűlési választásokon jött egy fordulat, amikor annak a korábbi szavazatnak a 15-szöröse jött be, tehát szemmel láthatóan ez az 1500%-nyi növekedés egy fordulatot hozott, és noha azok, akik nem vettek részt, semmit nem csináltak, ilyen elnökségi tagnak beválasztották magukat akkor, amikor az elnökség meg a tagság azonos létszámú volt. És akkor, amikor a gesztenyek kilett egy picit kaparva nekik, akkor ők úgy döntöttek, hogy ne váltjuk Nagy Tibort, így lesz, úgy lesz. És az a nóta, amit elhangzott, ez az igazság, ugye itt hallottuk a nemrége. András Falvi Szerencse Ödön szerzeménye, aki ott volt a lázadók között, aki aláírta, hogy ne váltjuk Nagy Tibort, rátettek egy hamis pecsétet, ami ez nekik nem volt jó. Kirakták a Facebookra, telekürtölték a világot, majd pedig, amikor bementek a bíróságra, hogy na most már szeretnénk bejegyeztetni, hogy ez az állapot érvényes, akkor a bíróság, megismerve a tényállást, hozott egy határozatot, hogy a Magyar Igazság és Élet pártja elnöke Nagy Tibor, és ettől kezdve mindaz, amit 5-6-an összehordtak, az érvénytelenné vált. És most ott tartunk, hogy egyesével hívogatják az elnök urat, hívogatják azokat, akikre kígyó békát mondtak. Én rám, aki egyébként nem vagyok MIÉP-es, de szívügyem a MIÉP, Csurka Istvánnak annak idején tanácsadóként dolgoztam, és nagyon fontosnak tartottam. Fontosabbnak, hiszen tulajdonképpen a Magyar Televízió híradó szerkesztői munkaköréből azért távolítottak el, mert a média manipulációról a Magyar Fórumban megjelent egy cikksorozatom, és az nem tetszett az elvtársulatnak. Így a MIÉP-nek a sorsa az
az én sorsom is, valamennyiünk sorsa, és a miéknek ez a szövetségi rendszere pedig azt a lehetőséget adja, hogy tulajdonképpen a legutóbbi tavaszi európai választásokon ez a szövetség már a parlamenti bejutáshoz szükséges küszöbnek a kétharmadát teljesítette. Tehát tudjuk azt, hogy egy vasúti szerelvényt megmozdítani a legnagyobb erővel lehet, és amikor 120 kilométerről 130-ra akarunk gyorsulni, akkor már csak egy kicsinke erőt kell hozzátenni. Tehát mutatom, hogy a munkának a nagyobb része megtörtént a mi hazánk megalakulásával, a parlamentben megkötött szövetséggel, és ezzel a tavaszi megmérettetéssel. Az őszi választásoktól én nem azt várom, hogy most mindenképpen múljuk felül a tavaszi eredményt, hiszen ez egy más karakterű választás, hanem azt várom, hogy mindenki helyt álljon, mindenki megtegye azt, ami tőle telik, és mindenki kiálljon a magyar igazság mellett. Ezért kell nekünk szívvel, lélekkel, jó lelkiismerettel, okosan, bölcsen készülnünk az előttünk álló megmérettetésre. Köszönöm, hogy meghallgattak, a Jóisten áldjon meg minden igaz jó magunkat.